világ és Európa bajnok, olimpiai negyedik helyezett. Molnár Péter már járt a csúcson, ugyanakkor ki kellett hagyni a 2019-es évet, amikor is a kajakos születési rendellenessége miatt szívműtéten esett át a németországi Homburg városában. Nagyon komoly célom volt és feladatom volt az, hogy a műtét után minél hamarabb fölépülhessek és visszatérhessek a hajóba, és ezt priorizáltam tulajdonképpen mindenek előtt, ez a gondolatmenet volt, és ez a feladat volt. Aztán természetesen azért az embernek fáj a szíve, amikor megfosztják őt tőle kívülálló okok miatt attól, amit szeret. De én tudtam azt, hogy és bíztam magamban, hogy ez nem egy végleges megfosztás. Tehát én ezt nem úgy éltem meg, hogy elvették, hanem hogy most tartunk egy kis szünetet, és ezt próbáltam arra felhasználni, hogy tényleg az ember kicsit megálljon és körülnézzen, hogy tulajdonképpen eddig mit csinált. Hát ilyen vegyes érzelmek voltak, de nagyon-nagyon akartam én ezt a hajóba való visszakerülést, és ezért nem engedhettem át magamnak az ilyen érzelmi dolgokat, úgyhogy napról napra a feladatokat teljesítettem, és hát úgy néz ki, hogy sikerült az első lépést megtennem, mert hát visszaülhettem a hajóba, aztán a többi az még most következik. Ez egy ilyen korrekciós műtét volt, ugye a sajnálatos hazai és a nemzetközi sportolói halálesetek miatt itthon is, meg külföldön is elkezdték megszigorítani a sportorvosi engedélyekhez kötődő vizsgálatokat és azoknak a paramétereit. Nem akartam így az olimpia előtt én azzal a lehetőséggel élni, hogy mi van akkor, ha mondjuk pont akkor szigorítanak még egy kicsit a paramétereken, és akkor mondjuk már kicsúszom belőle. És azért döntöttünk úgy az orvosokkal, hogy 19-ben volt még idő arra, hogy ezen a műtéten átessek, és a rehabilitációnak is volt még ideje, hogy a 2020-as Tokió olimpiára felkészüljek. Amit aztán a koronavírus járvány miatt 2021-re toltak, így egy évvel több ideje maradt a felkészülésre, amire talán szüksége is lehet, hiszen a kajak 4-es tagjaként idén júniusban versenyezhetett a műtétje után először. Amikor kiszálltam a hajóból, így utána jutott az eszembe, és nagyon jó érzés volt, hogy pozitív gondolatként jött föl ez az egész dolog, hogy futam közben nem jutott eszembe, nem gondoltam rá, teljesen ki tudtam ezt az egészet zárni, és tulajdonképpen ilyen válveregetés szintjén jött az, hogy jó, akkor itt még nagyon nincs vége a dolognak, de az első lépést megtettük, és jó irányba tettük be. Tehát tényleg jó érzés volt az, hogy mind az edzésen, mind a versenyen tudtam hozni, és tudom hozni azt a teljesítményt, ami szükséges ahhoz, hogy az élvonalba tudjam tartani magam. A 34 éves kajakos azt is elmesélte, mennyiben változott meg az élete a műtét óta. Így lezárásra került ez az első életciklusom tulajdonképpen. És akkor onnantól kezdve, hogy újraindult ez az egész. Fizikálisan én nem, mert előtte sem voltak tüneteim. Tehát én nem érzem azt, hogy fiatalabb, gyorsabb, erősebb lennék, magasabbra tudnék ugrani, vagy messzebb tudnék futni. Tehát én ugyanolyan jól érzem magam a bőrömben, mint a műtét előtt. De azért mentálisan egy óriási teher került le rólam, és lehet, hogy ez a fajta teher, ez mondjuk lehet, hogy hozzá tud adni egy picit a fizikai teljesítményhez. És akkor most mi a helyzet Tokióval? Úgy vagyok vele, hogy azért hazudnék, ha nem jutott eszembe az, hogy ha jövőre megrendezik az olimpiát, akkor a következő az már csak 3 év, az már nem egy 4 éves ciklus,
akkor mondjuk akkor se leszek fiatalabb. Nem baj, de ha már addig el tudtam tolni a hajót, akkor még egy 3 évet csak lehet rajta tolni. Úgyhogy azért felmerülnek ezek a gondolatok, de rendezzék meg először is az olimpiát, legyünk ott, ott hozzuk ki magunkból a 100%-ot, és akkor utána megint álljunk meg egy kicsit, és akkor nézzük meg, hogy hogyan tovább. De amíg a világ, és én tehetném, az egészségem engedi, és ami a legfontosabb, hogy motivációm van, addig én ezt csinálnám, ameddig csak lehet. Tehát azért próbálok két lábbal állni a földön, és próbálok reális lenni. Tehát egyelőre kocogjunk el Tokióig, és utána üljünk le beszélni, és szaladjunk tovább Párizsig, hogyha lesz még erőnk szaladni.